Egy Kuruc utcai, egykori magánház előtt várakoztak a meghívottak a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye Múzeumának az avató ünnepsége előtt. Az épület falain belül az állandó kiállítás két magyarországi román muzeológus, Csobai Lászlóné és Martin Emília munkájának köszönhetően valósult meg. Körülbelül 30 évvel ezelőtt a magyarországi román ortodox templomokból behoztuk azokat a egyházművészeti tárgyakat és iratokat, amelyek már nem voltak használatban, és az állapotuk sem volt túl jó. Ezeket az elmúlt 30 évben restauráltattuk, és létrehoztuk ezt a magyarországi román ortodox egyházak gyűjteményét itt a püspökség épületében. A gyűjtemény ikonokból, üvegre, vászonra, fára festett ikonokból, egyházi textilliákból, egyházművészeti tárgyakból, iratokból áll, és természetesen ötvös munkákból áll. A múzeum, illetve az ahhoz kapcsolódó állandó kiállítás régi vágya volt az itteni román közösségnek. Ezt most a magyar állam támogatásával tudták megvalósítani. Nagyon régi vágya volt a gyulai román közösségnek, hogy ezt az anyagot egyszer itt Gyulán valamilyen formában bemutathatóvá tegyük, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ezt sikerült megvalósítani, megvásárolta az egyház ezt az épületet, berendeztük itt ezt a kiállítást a legreprezentatívabb, legszebb műtárgyakkal. A hálaadó és felszentelő szertartás után a kiállítás megnyílt az érdeklődők előtt.